Színes szilánkok diákszínpad, pajkos alkotás, zengő vidámság, hangos kacagás, ezek vagyunk mi. Hangzik el a társulat új himnuszában. Az első diákszínpad tábor is ennek jegyében zajlott. A tábor záró műsorára pedig egy előadással készültek. Nekem a szerepem, az én egy mesélő vagyok, mert egy könyvből kell mesélni, abban fogunk olvasni. Vajda Laura már évek óta foglalkozik színészettel. Szerinte ez az, ami leginkább segít neki leküzdeni a lámpalázát és fejleszti a kommunikációs készségét. Nagyon tetszett a tábor, és nagyjából ilyennek képzeltem el, de valahogy még jobb lett. Külön dolgot nem tudnék kiemelni, mert minden tetszett. A gyerekeket két csoportba osztották. Az idősebbekkel Tóth Dániel, az Újvidéki Művészeti Akadémia végzős hallgatója foglalkozott. Nekem ez az első édes bevetésem, ugyanis eddig még nem voltam táborban oktató, de rengeteget voltam tábori résztvevő, szóval velem azokat a játékokat, amiket most én játszok a gyerekekkel, azt én rengetegszer eljátszottam, és ezelőtt a tábor előtt is voltam egy táborban, ahol viszont direkt arra készítettek fel, hogy hogyan kell a diákszínjátszókkal foglalkozni, hogy rengeteg játékkal érkeztem a tarsolyomban, és ezeken keresztül is próbáltuk meg a végső produktomot előhozni. A Színes Szilánkok diákszínpad tagjai már egy összeszokott csapat. Ez a tábor viszont egy új tapasztalat mindegyiküknek, mesélte a szervező. Itt nincs telefon, tehát ezt el kell mondani. Tehát a mobiltelefonjukat le kellett adni, minden kütyüt le kellett adni, amikor a sátorállítás volt. És hát majd amikor mennek haza, amikor már a sátrakat lebontottuk, akkor kapják újra készhez a mobiltelefonokat. És ez egy nagyon jó időszak volt arra, hogy meglássuk. Nem tudom, hogy ők ezt mennyire érzékelik, hogy mennyire megvannak ezek a kütyük nélkül. Mind az oktatók, mind a táborlakók részéről pozitív visszajelzések érkeztek, így a szervezők mindenképp szeretnék jövőre is megszervezni a tábort.